Hétfő délig már közel 21 ezer egyéni és 300 csoportos támogató csatlakozott a Miskolci Herman Otto Gimnázium tantestülete által a kormánynak és a közvéleménynek írt nyílt levélhez. A petícióban többek között ez áll. Az egész oktatási rendszert látjuk most már veszélyben. Kaotikussá vált minden, bizonytalanság, elkeseredettség, sokszor apátia uralkodik a tanári szobákban. A tanárok arra panaszkodnak, túl gyakori a változás az oktatás terén, és túl sok adminisztrációs feladatukat kell ellátniuk. A levélben hangsúlyozzák, ők csak tanítani akarnak. A Miskolciak támogatói közt van két makói intézmény is. A Makói József Attila gimnázium tantestülete a 2016. január 18-ai nyílt szavazás alapján 40 fővel egyhangulag támogatja a Miskolci Herman Otto gimnázium tantestületét. Annyiatt levelükben foglaltakkal teljes mértékben egyetértünk, áll a weboldalon. A Makói Általános Iskola Almási Tagintézménye is csatlakozott a támogatókhoz. Az otani tanárikar 92%-a, azaz 33 fő döntött arról, hogy csatlakozni kíván a nyílt levélhez. Megkerestük a két oktatási intézmény vezetőjét, ám egyelőre egyikük sem nyilatkozott az ügyben.